és ezután a teremtő és alapító megkérdeztető. Kellemes a létezés? Érzitek? Milyen a látás? Milyen a hallás? Hát nem jó, hogy beszélhettek és járhattok? Nézzétek, mi minden van az ég alatt. Hát nem tiszták a hegyek? Látjátok a völgyeket? Nos, a próbáljátok ki, mondták nekik. Ekkor látni kezdtek mindent az ég alatt, és megköszönték a teremtőnek és alakítónak. Köszönjük, kétszer is köszönjük, háromszor is köszönjük, hogy megteremtettetek bennünket, és hogy van szánk és arcunk. Beszélünk, hallunk, töprengünk, mozgunk, és nagyszerűen gondolkodunk. Értjük a távolit és a közelit, látjuk a nagyot és a kicsit, ami az égben és a földön van. Megértettek mindent. Látták a négy teremtést, a négy pusztulást, az íg méhét és a föld méhét, de a teremtő és az alakító nem nagy örömmel hallgatta őket. Nem jó az, hogy teremtményeink, alkotásaink így beszélnek. Azt mondják, hogy ismernek minden nagyot és kicsit. Így aztán a teremtő és alakító visszavette tőlük a tudást, és akkor megváltoztatták életüket, formájukat, alakjukat. Tényleg olyan, mint egy kamera.
Yes, Rust has a future skin. Thank you.
Well,
The time that the floor fell out of my...